Jó estét kívánok! Önök a híres híreket látják 19 órakor. Nézzük, miről lesz szó a mai híradóban. Újabb oltóanyag szállítmány érkezett ma a Bács-Kiskun megyei oktatókórházba. Ezúttal 1170 adag Pfizer vakcinát hoztak. Hazánkban is megjelent a koronavírus egyik szövődménye, a sokszervi gyulladás, amely főleg a víruson tünetmentesen átesett gyerekeknél alakulhat ki. Megjelent a koronavírus egy nagykőrösi idős otthonban. A többségében demens lakók állapotát orvos felügyeli. ezeregyszázhetven adag Pfizer oltóanyag érkezett ma a Bács-Kiskun megyei oktatókórházba. A szállítmány egy részét a második körös oltásoknál használják fel, másik részével pedig a már kigyógyult koronavírusos egészségügyi dolgozókat oltják be első alkalommal. Az egészségügyi és szociális területen dolgozó szakemberek mellett hamarosan a rendvédelmi dolgozók oltását kezdik meg Kecskeméten, de megkezdődött a felkészülés a tömeges immunizálásra is. Eddig 4300 ember oltása történt meg a kecskeméti telephelyen. A négy városi kórházban ehhez még hozzájön, ez kb. 1200 ember átoltottsága. A védőoltás ahhoz, hogy teljes védettséget adjon, oltási sorból áll. Ez azt jelenti, hogy az első oltás után 21 nappal egy második oltást is kell adni. Mivel még december 31-én kezdtük meg az első oltások adását, így január 21-én ugyanazokat az embereket vissza kellett hívnunk második oltásra, és most azt mondjuk, hogy a második körös oltások mennek. Az oltópontok életében most főleg ez a legtöbb ember, ami megjelenik, de természetesen ez mellett jönnek az újabb esetek, akik még nem kapták meg, és nekik az első körös oltásukat indítottuk el. A mai napon a Pfizer-BioNTech-nek a Comirnaty oltóanyaga érkezett meg hozzánk. Ebből a típusú oltóanyagból ez az ötödik szállítmányunk. Az első három alkalommal 3-3 tálcányi, az utolsó két alkalommal 2 tálcányi oltóanyagot kaptunk. Egy tálcában 195 ampulla található, és egy ampullából 6 beteg oltását tudjuk elvégezni. Ez azt jelenti, hogy kb. 2500 ember oltására való oltóanyagot kaptunk a mai napon. Emellett még érkezett hozzánk egy alkalommal Moderna oltóanyag is. Ez 30 ampulla volt, ami 300 ember oltására volt elégséges. Ezt a 300 ember oltásának megfelelő oltóanyag mennyiséget átszállítottuk a Kiskunhalasi Városi Kórházba, akik a Kiskörösi Baptista Szociális Otthonban végezték el belőle egyelőre az első körös oltásokat 160 főnél. Jelenleg az egészségügyi dolgozók oltásának a vége felé járunk, illetve folyamatban van a szociális otthonban lakók, illetve az ott dolgozók oltása is. A következő lépés nagy valószínűséggel a rendvédelmi dolgozók oltása lesz. Elég sok embert kellett mozgósítanunk ahhoz, hogy az oltópontokat folyamatosan működtetni tudjuk. December 31-e óta reggel 7-től este 7 óráig folyamatosan nyitva tartunk 4 oltóponton, és emellett folyamatosan fölépítettük a 4 városi kórházban is az oltóhelyeket. Elég nagy megterhelés jelent a kollégáknak, de most sajnos ilyen időket élünk. Hazánkban is megjelent a koronavírus egyik szövődménye, a sokszervi gyulladás, amely főleg a víruson tünetmentesen átesett gyerekeknél alakulhat ki. Müller Cecília január 24-én tartott online operatív törzs sajtótájékoztatóján elmondta, ha a koronavírus fertőzésen átesett gyereknél újra magas láz, gyulladásos tünet, erős hasi fájdalom, hányás, hasmenés tapasztalható, valamint kiütés a bőrön, akkor a kezelőorvosnak gondolnia kell ennek a sokszervi gyulladásnak a lehetőségére is. Magyarországon a klinikák és a Heinpál gyermekkórház kezeli az ilyen szövődményekben szenvedő gyerekeket, ezeken a helyeken a gyógyításhoz minden feltétel adott. A Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet közzétette oldalán, hogy az új típusú koronavírus fertőzés gyermekkorban többnyire nem okoz a felnőttekhez hasonló súlyos tüneteket. Azonban ritka esetben a friss fertőzés lezajlása után 2-4 héttel kialakulhat egy olyan több szervrendszert érintő gyulladásos betegség, mely igen súlyos állapothoz vezet. A betegségről először 2020 májusában számoltak be azok az országok, ahol a vírus tavaszi hulláma jelentősebb méreteket öltött. Megjelent a koronavírus egy nagykörösi idősek otthonában. A szigorú intézkedések ellenére több ellátott és dolgozó tesztje is pozitív lett az Arany János utcai otthonban. A lakók állapotát orvos felügyeli.
A szigorú intézkedések ellenére ellátottak és dolgozók tesztje is pozitív lett a nagykőrösi Arany János úti idősek otthonában. A nagykőrösi humán szolgáltató központ tájékoztatása szerint január 22-én végzett tesztelés során, amíg szeptemberben elrendelt látogatási tilalom, a védőfelszerelések használata és az emel szinti fertőtlenítés szabályainak maradéktalan betartása ellenére COVID-betegséget mutattak ki több ellátottnál és dolgozónál is. A fertőzött többségében demens időseket izolálták, egészségügyi állapotuk felügyeletét pedig az intézményi orvos folyamatosan ellátja. A dolgozók emelt létszámmal, teljes testet fedő védőruházatban végzik a teendőket. Új civil kezdeményezés veszi fel a küzdelmet a tarthatatlanná vált szeméthelyzettel a Széchenyi városban. A napokban alakult Széchenyi Városi Zöld és Pont Polgárjogi Társaság azért született meg, hogy kapocsként működjön azok között, akik tenni akarnak az illegális szemetelés ellen. Szétszórt fecskendők a földön pont a bölcsödével szemben. A képeket 2019. februárjában készítettük a Lánchíd utcán. Nem sokat változott a helyzet azóta. A DTKH-nak a lakók is rendszeresen besegítenek a terület megtisztításában. Annyira sok szemetet hordanak ide illetéktelenek. Ez pedig egy másik helyszín a Széchenyi városban, ahol rendszeres a sziszifuszi küzdelem a szeméttel. Egy helybéli csapat megelégelte a bosszantó helyzetet, és úgy döntöttek, hogy kezükbe veszik az irányítást. Ennek eredményeként alakult meg a napokban a 70 tagból álló Széchenyi Városi Zöld és Pont Polgári Jogi Társaság. Látjuk itt a városrészben, hogy nagyon sokan igyekeznek sok jót tenni azért, hogy a zöld felületeinket megóvjuk, hogy a tisztaságra vigyázzunk, viszont az is látszik, hogy nagyon lassan haladunk, mert koordinálatlanul működik ez a tevékenység, és mi azt szeretnénk, azt vállaltuk fel, hogy igyekszünk ezek között, a társaság között egy kapocsként működni. A színre lépés több hónapos felmérés előzte meg, amely során a kezdeményezés elindítói gyalogjárták be a városrész utcáit és GPS koordinátákkal ellátott fotókkal dokumentálták a látottakat. Ezek az adatok azt mutatják, hogy minden 10 jogkövető háztartásra egy szabálysértő jut, emelte ki Szamler László. Ez nem tűnik soknak, tette hozzá. A problémát az jelenti, hogy a szemét bizonyos területeken koncentrálódik. Írtunk egy nyílt levelet. Ebben a nyílt levélben arra kérünk minden érintettet, főként a Széchenyi városban lakókat, itt vállalkozást, üzemeltetőket, illetve azokat a szervezeteket, akiknek közük van ahhoz, hogy a háztartási hulladékot, a szelektív hulladékot, zöld hulladékot kezeljék, gyűjtsék, elszállítsák, hogy fogjunk össze, csatlakozzanak ahhoz a felhíváshoz, amit közzétettünk. Szamler László azt is kiemelte, hogy céljukhoz elengedhetetlen az együttműködés az önkormányzattal, a DTKH-val, a városrendészettel és minden más érintett szereplővel is. A Városházán tegnap bejelentett hulladékügyi fejlesztések pedig jelentős segítséget nyújtanak abban, hogy a civilek munkája hatékony legyen. A Zöld és Pont csapatához Facebookon is lehet csatlakozni, a képernyőn látható webcímen keresztül. Dinamikusan fejlődik Helvécia. A településen az elmúlt évben számos fejlesztés valósult meg, mely által még élhetőbb környezetet tudnak biztosítani a lakosság számára. Helvécia önkormányzatának számos pályázata támogatásban részesült, így több fejlesztést is meg tudtak valósítani a településen az elmúlt évben. 2020 egyik legfontosabb fejlesztése az egészségügyi központ kialakítása volt, melyhez két pályázatból 30 és 50 millió forintot nyert a település. Topos támogatással az év első felében a Kiskörösi út széles köztől Kecskemét felé tartó 818,5 méteres szakasza szilárd burkolatot kapott. A Magyar Falu Program pályázatának köszönhetően 30 millió forintos támogatást kapott a település útjainak portalanítására. A Helvéciai Sportegyesület 5 millió forint összegű pályázatot nyert egy a közösségi programokhoz szolgáló kültéri kemence építésére, melynek megvalósításához az önkormányzat 1 millió forint támogatást biztosított. Jövőbeni terveik között szerepel a meglévő és újonnan kialakítandó telkek értékesítése, valamint útjaik fejlesztése, karbantartása annak érdekében, hogy az odaköltözni vágyóknak megfelelő környezetet biztosítsanak.
Az elmúlt év fejlesztéseiről és a település terveiről bővebb összefoglalót a Kiemelő című magazin műsorunkban láthatnak a híradót követően. 3 év börtönre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte a kecskeméti törvényszék azt a 31 éves kecskeméti nőt, aki indokolatlanul adott gyógyszert a lányának. A vádlott 2020. március 20-án akarta felvetetni gyermekét a megyei kórházba, mert belázasodott. Az orvosok otthoni látcsillapítást, illetve a házi orvossal történő kapcsolatfelvételt javasolták, amit a vádlott nem fogadott el. Ezért értesítette a mentőket, hogy a gyermeke lázas és fél óránként elájul, mire a mentők a gyermeket beszállították a kórházba, ahol kiderült, a nő az általa szedett frontin tablettából 8-9 darabot a gyermek barac levébe kevert, és megitatta vele, hogy rosszul létre utaló tüneteket produkáljon. A gyermek rövid idő múlva eszméletlen állapotba került. Az ítélet jogerős. Aláírták az idei minimálbér emelésről szóló megállapodást tegnap Budapesten az Innovációs és Technológiai Minisztériumban. Február 1-től a minimálbér bruttó értéke 167.400 forintra, a garantált bérminimum bruttó értéke pedig 219.000 forintra emelkedik, ami csaknem 4%-os béremelést jelent, adta hírül az MTI. Bodó Sándor az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára a sajtótájékoztatón elmondta, a bérmegállapodás azt is tartalmazza, hogy amennyiben az évközben a munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó a jelenlegi 15,5%-ról 13,5%-ra csökken, akkor a minimálbér automatikusan havi bruttó 169.000, míg a garantált bérminimum havi bruttó 221.100 forintra emelkedik. Bodó Sándor hozzátette, hogy a 2021-es béremelés hatására 2010-hez képest a minimálbér 128%-kal, a garantált bérminimum pedig már csaknem 145%-kal emelkedett. A kormány továbbra is azért dolgozik, hogy folyamatosan emelkedjenek a bérek, a cégek jól teljesítsenek, és a magyar gazdaság fejlődni tudjon. Jelenleg a foglalkoztatottak száma meghaladja 4,5 milliót, a regisztrált álláskeresők száma pedig nem éri el a 300.000-et. Elindult hivatalosan is a kórházi parkolóház építése hétfőn. Munkavégzése csak az építkezés területén lehet számítani az elkövetkező hónapokban. A mai napon egyébként egy 90 tonnás cölöpözőgép dolgozott, amely az elkövetkezendő 2 hétben közel 300 betoncölöpöt épít a talajba, a rétegrendek összetételéhez igazodva különböző mélységekben. A Verbau Parking Kft. Közleménye szerint azzal a modern technológiával végzett cölöpözés nem jár különösebb zaj és porterheléssel, valamint a gépet folyamatosan betonnal ellátó mixerek sem fognak fennakadást okozni a közlekedésben. Néhány napja megtörtént az építési területen található térplasztika kiemelése és áthelyezése is. A jövőben ezt a kórház kertjében felújítva állítják majd fel méltó környezetben. Az elmúlt napokban az építkezéssel kapcsolatos fontos tudnivalókról a környező lépcsőházakban tájékoztató plakátokat helyeztek ki. A beruházásról a folyamatosan frissülő parkolóház.info oldalon találhatnak információkat. Több helyszínen is erdészeti beavatkozásokkal állítja helyre az erdőket a Kiskunsági Nemzeti Park a Tőserdőben. Céljuk, hogy az inváziós fa és cserjefajokat visszaszorítsák, és így újra az őshonos fajták népesítsék be a környéket. A Tisza-Alpári út melletti területen körülbelül 6000 tölgyfát telepítenek majd, míg a Holtágnál állománykiegészítéssel segítik a helyi fajok térnyerését. Szerencsére nem fatol vagyok, és még csak nem is illegális fakitermelés áldozata ez a lakiteleki védett erdő. Jól lehet a konyhvirágtanösvény túrázói első látásra azt hihetnék, hogy ok nélkül vágtak ki egészséges fákat. Valójában a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság indított erdőfelújítási munkálatokat, hogy visszaszorítsák az invazív fajokat. Tőserdőben szinte minden erdő fertőzött. Ezeknek a fáknak a helyén pár év múlva újra tölgyerdő lesz majd. Az őshonos fafajok ugye nem versenytársak az idegenhonos intenzíven terjedő fafajokkal szemben, tehát hiába jelenik meg esetleg az újulatuk, természetes módon ezek a faállományok, őshonos fajok nem képesek már a felújulásra. Tehát mindenféleképpen szükséges egy beavatkozás. A beavatkozások többféleképpen történhetnek. Az egyik a Tisza-Alpári út mellett látható, véghasználat utáni úgynevezett fafajcserés erdőszerkezet átalakítás. Ekkor az összes invazív fajt eltávolítják, és körülbelül 6000 őshonos kocsányos tölgyet telepítenek a helyére.
csinálunk állománykiegészítést is, ahol még az őshonos faállmány valamilyen szinten megvan, csak záródás hiányos. Ott alul kivágjuk az újulati szinten, vagy második szinten megjelent idegenhonos intenzíven terjedő faállományt, és őshonosan gyakorlatilag kiegészítjük ezt az záródás hiányos állományt, ez is egy módja ennek a visszaszorításnak. Erre a beavatkozásra a tanösvény Holtisza menti részén láthatunk példát, ahol a hatalmas tölgyeket és nyárfákat meghagyták és megtisztították a területet az észak-amerikai, valamint ázsiai kúszónövényektől. A tervek szerint tölgyek, fűzfák és nyárfák kerülnek majd ide. Tőserdőn a fehér akác, a nyugati ostorfa, az amerikai kőris és a zöld juhar okozza a legtöbb gondot. A fakitermelések február végén fejeződnek be, és ősszel végeznek majd az ültetéssel. A Székely Nemzeti Tanács által elindított petíció nem csupán a székelyekről szól. A kezdeményezést azért hívta életre az SNT, mivel Európa őshonos nemzeti kisebbségei jelen pillanatban is megmaradásukért küzdenek. Kormányaik ugyanis nem támogatják megfelelően fejlődésüket, nem segítik elő megmaradásukat. Az irdala.hu-n úgy fogalmaz a tanács, hogy a székelyek által indított kezdeményezés célja, hogy az Európai Unió egyik legnagyobb támogatási kerete a kohéziós politika kezelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő térségektől. Az uniós támogatások eloszlásánál a legtöbb helyen ugyanis burkoltan hátrányba szorítják azokat a régiókat, ahol a kisebbséget jelentő nemzeti lakosság van többségben. A petíció aláírása véghajrában van. Az előre meghatározott kvóták nagy része már teljesítve van. Az online aláírások száma meghaladja az 1.100.000-et, a papíron lévő aláírásoké pedig a 250.000-et. 7 tagállamból már 6 elérte a meghatározott alsó küszöböt, már csak egy ország kell, hogy teljesítve legyen a kvóta. Spanyolország jelenleg 90%-on áll, vagyis még 4500 aláírás hiányzik, de Szlovénia és Lettország is közelít a célhoz. Az aláírásgyűjtés határideje február 7-e. A petíció fontosságáról, valamint a magyarokat ért támadásokról a Székely Nemzeti Tanács elnöke Izsák Balázs beszél bővebben Kiemelő című magazinunkban. Lezárta a nyomozást a rendőrség egy lengyel utasszállító autóbusz tavaly augusztusi balesete ügyében, ami az M5-ös autópályán Kiskunfélegyháza térségében történt. A lengyel állampolgárok Bulgáriából tartottak hazafelé, amikor buszuk letért az útról és árokba borult. A balesetben egy személy életét vesztette, 46-an pedig megsérültek. A rendőrök azt állapították meg, hogy a baleset emberi mulasztás okozta, a sofőr figyelmetlen volt. Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt 2020. augusztus 9-én, reggel az M5-ös autópályán Kiskunfélegyháza térségében. A lengyel állampolgárok Bulgáriából tartottak hazafelé, amikor buszuk letért az útról és árokba borult. A helyszíni számla adatai szerint a Szeged felől Budapest irányába közlekedő lengyel turistákat szállító autóbusz nem követte az útvonal vezetését, letért az útról és árokba borult. A baleset következtében egy 35 éves férfi olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. A jármű többi utasa, 44 turista, a váltósofőr, valamint a buszvezető is megsérült. Az eset körülményeinek vizsgálata során a rendőrök azt állapították meg, hogy a balesetet emberi mulasztás okozta, a sofőr figyelmetlen volt. A jelenleg szabadlábon védekező 65 éves gyanúsított ügyében a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság közlekedési rendészeti osztályának munkatársai a szükséges eljárást elvégezték, és az iratokat a napokban átadták az ügyészségnek. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit, még egyszer, röviden. Újabb oltóanyag szállítmány érkezett ma a Bács-Kiskun megyei oktatókórházba. Ezúttal 1170 adag Pfizer vakcinát hoztak, melynek egy részét már a második körös oltásoknál használják fel. Hazánkban is megjelent a koronavírus egyik szövődménye, a sokszervi gyulladás, amely főleg a víruson tünetmentesen átesett gyerekeknél alakulhat ki. A tünetek között szerepel például a magas láz, erős hasi fájdalom, hányás és hasmenés. Megjelent a koronavírus egy nagy körösi idős otthonban. A szigorú intézkedések ellenére több ellátott és dolgozó tesztje is pozitív lett az Arany János úti otthonban. A lakók állapotát orvos felügyeli. Új civil kezdeményezés veszi fel a küzdelmet a tarthatatlanná vált szeméthelyzettel a Széchenyi városban.
A célok elérése érdekében a napokban megalakult a Széchenyi Városi Zöld és Pont Polgári Jogi Társaság is. A híres híreket látták. Hamarosan a kiemelővel folytatjuk a műsort. Mai magazinunkban először Schulzné dr. Bükki Évával és férjével Schulz Ferenccel fogunk beszélgetni, akik január 22-én Kótadíjban részesültek. Ezt követően megmutatjuk, hogy 2020-ban milyen dinamikus fejlődésen is ment keresztül Helvécia. Végül pedig ismét a külhoni magyarságról lesz szó magazinunkban. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 45 perckor, 22 óra 30 perckor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 8 óra 40 perckor ismételjük meg. A kecskeméti tv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán változóan felhős napos időnk lesz, bár a csapadék elkerül majd bennünket, jó melegen fel kell öltözni. Hajnalban -3, délután pedig csupán 3 fok lesz. Csütörtökön a borult időben havazásra, havas esőre kell számítanunk. A hőmérsékletben nagy változás nem lesz, hajnalban -3, délután 4 fokot mérhetünk majd. Pénteken éjjel havazásra, majd napközben esőre kell készülnünk, amely egészen estig ki fog tartani az előrejelzések szerint. Hajnalban 1, délután pedig 5 fok lesz. Éve 1896. január 26-án született Tormási Szávics Sándor, a kecskeméti helyőrség parancsnoka, a magyar királyi Zrínyi Miklós 7. honvéd gyalogezred ezredparancsnoka. Egységével 1941-ben részt vett a délvidék visszafoglalásába. Hősi magatartásáért a kormányzó több elismerését is átvehette. 1942. júniusában ezredével az orosz harctérre indult, ünnepélyes búcsúztatásukat a miniszterelnök jelenlétében Kecskeméten a Széchenyi téren tartották. Úgy indultak el, hogy útjuk végcélját nem ismerték. 40 nap alatt 1000 kilométert tettek meg, míg valamivel Szent István napja előtt Uriv környékére értek. A kemény orosz tér és a későbbi harci események megtizedelték az egységet, a tisztek 70%-a, a legénység körülbelül 60%-a hősi halált halt vagy eltűnt. Tormási Szávics Sándor vezetésével az ezred 1944. októberében átállt a szovjetekhez. Ettől kezdve hadifoglyokként kezelték őket. Később engedélyt kapott egy antifasiszta ezred felállítására. Kossuth ezred néven, szovjet parancsnokság alatt el is indultak, de harcba nem bocsátkozhattak, mert a szovjetek visszafordították őket. A hadifogságból 1948. júliusában tért haza. Érdemeit sokáig nem ismerték el, vagyonát elvették. Az ávó folyamatos zaklatása elől Nyárlőrinci tanyájába költözött, ám ott sem hagyták békén. Egyfajta rehabilitációként az 1970-es években Kecskemét városa kiutalt neki egy másfél szobás lakást. 1977-ben a Századunk című tévésorozathoz interjút is készítettek vele. Kecskeméten ült el 1986. októberében.
Jó estét kívánok! Ez itt már a Kiemelő. Mai magazinunkban először Schulzné dr. Büki Évával és férjével Schulz Ferenccel fogunk beszélgetni, akik január 22-én kótadíjban részesültek. Ez az elismerés az amatőr kórus élet legrangosabb kitüntetése. Ezt követően megmutatjuk, hogy 2020-ban milyen dinamikus fejlődésen is ment keresztül Helvécia. Végül pedig ismét a külhoni magyarságról lesz szó magazinunkban. A Székely Nemzeti Tanács elnöke Izsák Balázs beszél majd az SNT által elindított európai polgári kezdeményezésről, amely a különböző régiók őshonos kisebbségi nemzeteinek szolgáltatna igazságot. Már is kezdünk! Január 22-én este online ünnepségen adták át az amatőr kórus élet legrangosabb kitüntetéseit. A kótadíjakat a Magyar Kultúra Napjához kapcsolva immár 18. alkalommal ítélték oda az amatőr kórus és népzenei életben kiemelkedő művészeti és közösségi munkát végző személyiségeknek, együtteseknek. Az ünnepeltek között három kecskeméti zenepedagógus, Schulzné dr. Büki Éva, Schulz Ferenc és Ito Illés Naomi is szerepelt. Stúdióban pedig nagy szeretettel köszöntjük Schulzné dr. Büki Évát és férjét, Schulz Ferencet. Jó estét kívánok! Jó estét kívánunk! Jó estét kívánok! Először is szeretnénk gratulálni az elismeréshez. Úgy hallom, hogy népzenei kategóriában kapták az elismerést. Igen, népzenével foglalkozunk, immáron 25-30 éve mind a ketten. Tanítunk 25 éve a csutorás népzenei tábornak vagyunk az oktatói. Én 6 évig tanítottam Budapesten, mielőtt orvosi egyetemet végeztem, már akkor is tanítottam. És itt közösen indítottuk 2009-ben itt Kecskeméten a Korvin Mátyás Általános Iskolában egy népzenei műhelyt, úgyhogy az most már 12. éve. Ha jól hallom, hogy ott több népzenei csoport is működik. Így van, 4 generációban folyik az oktatás, a legnagyobbak a Mátyás Király Citere zenekar, ők most már igazából felnőttek. Hozzájuk csatlakozott a Korvin Citere zenekar, tehát a legnagyobbak már mind a két csoport aranypávadíjas. Velük együtt tartjuk a próbákat, és aztán jönnek az utánpótlás csoportok, a Tökmag és a Pöttöm csoport. Úgy tudom, hogy ön gyerekorvos. Ezt a kettőt hogy lehet összeilleszteni? Nem egyszerű, de meg tudjuk oldani. Ehhez nyilván kell a teljes családi háttér, a férjem is, hogy kipótoljon, ha én nem tudok menni, hogy segítsem. Nem egyszerű, el kellett gondolkodnom rajta, főként az orvosi egyetem alatt gondolkodtam el, hogy melyik hivatást választam. A közös pont az mindenképpen a gyerekek, tehát a gyerekek voltak benne az orvoslásban is, mert gyerekgyógyász lettem. Alapvetően a kórházban újszülöttekkel foglalkozom, a második szakvizsgám neonatológia lett, és aztán nyilván a tanítás is ott volt mindig a szívem csücske. Aztán 2009-től meg tudtuk oldani itt Kecskeméten, hogy mind a kettő megvalósuljon. Kérdezném Ferencet is, hogy mire a legbüszkébbek? A legbüszkébb a családomra vagyok, a feleségem, mert többet én számolom, mint egy lottöltös. Tehát mindenképpen nem jobb a helyzet ebből kapcsolatosan. Illetve a gyermekek is követik ezt a dolgot, hogy mind a két gyermek zenél, és nem húszoltuk, hanem volt egy élmény, mikor vásároltuk az első kobozot a zenekarnak, akkor a nagyobb fiunk azt kérte, hogy ő neki is legyen, és akkor vásároltunk neki is, mert többre tartottuk, mint egy okostelefont. Kérdezem mindkettőjüket, hogy az önök meglátása szerint a mai generáció mennyire szereti a népzenét? Vegyes. Tehát igazából vannak, akiknek ez érték, a családban is érték. Azt gondolom, hogy a médiumoknak nagy szerepe van abban, hogy ez újra érték legyen, tehát akár a Fölszállt a páva sorozatra gondolunk, vagy akár a világzenei vonulatoknak, ahol becsempészik gyakorlatilag a magyar népzenét. Én mindenképpen, még ha nem is tudatosan, tudatalatt benne van az emberekben, hogy a sajátunk, fölismerik akár, hogy ebben népzenei motivumok vannak, és onnantól kezdve kedves. Nyilván mi igyekszünk ezt a népzenét úgy művelni, hogy ez a mai kor igényének is megfeleljen, tehát mi mindig igényesen olyan műsorokat állítunk színpadra, amik azért megállják a helyüket, tehát igyekszünk. És hát a gyerekeket is elvarázsoljuk. Ahogy mi annak idején beleszerettünk ebbe az egészbe, ahogy találkoztunk a népzenével, a citerával, ugyanúgy... Ha oda megyünk egy gyereknek, és mondjuk, hogy gyere citerázni, nem fogja tudni, hogy mi az. Tehát az alapmódszer az mindig az, hogy bemegyünk, elkérek egy énekórát, vagy bármilyen órát, de legtöbbnyire énekórát alsóban, és beviszem a hangszereket, és megmutatom, hogy ez
így szól. És nem csak az, hogy én megmutatom, hanem ki lehet próbálni. Tehát közösen muzsikálunk, viszek mindenféle hangkeltő eszközt, együtt muzsikálunk, együtt éneklünk, és aztán meg is lehet szólaltatni a citerát. És nyilván van egy olyan élmény, egy olyan sikerélmény, ami elindítja a gyereket. Most így a díj elnyerése után, hadd kérdezzem meg, hogy mik lesznek a tervek? Hogy fog ez így a jövőben alakulni? Mennyire inspirálja őt? Igazából a díjjelnyelése az nem jelenti, változtatja meg a célunkat. Az a célunk mindig, hogy a gyermekekkel megismertetjük a népzenét, és majd ők eldöntik, hogy szeretnék-enek ebben foglalkozni, vagy nem. Itt az első alkalommal ugye 40-45 gyermek járt keddenként, hétfőnként citerán a Mátyás iskolában. Ma azokból egy 6-80-an megmaradtak. Tehát úgy mondván ők még mindig foglalkoznak vele. Ez körülbelül ez az arány így van, mert Táborfalván vagy ahol felnőttem, ott is körülbelül nem minden csoportban volt sikeres az oktatás idézőjelben, hanem valamelyik sikeresebb, valamelyik nem. Tehát mi ugyanezt fejlesztjük tovább. Én ezt azért hozzátenném, hogy nyilván nem mindenkiből lesz népzenész. Tehát én azt gondolom, hogy az is sikerélmény, amikor néhány évig muzsikál, vagy úgy emlékszik vissza, hogy de jó szájízzel, vagy a 10 éves jubileumra úgy jött vissza, hogy akár eljött megnézni, de volt olyan, aki újra pengetőt ragadott, és beszállt hozzánk muzsikálni. Vagy olyan, aki visszajön, hogy ő most színész szeretne lenni, és hogy az énekes produkcióhoz ő most citerázni szeretne, és hogy segítsek már neki ebbe fölkészülni az ő felvételére, és ő most kitalált, hogy ő most citerával fog kísérni saját magát, az énekét. Tervek vannak persze, természetesen, nyilván a világjárvány egy kicsit most bennünket is úgymond arra helyezett, hogy a szereplések, a turnék azok most nincsenek, úgyhogy online gyakorolunk, készülünk a 4. népzenei CD-nknek a anyagát, gyúrjuk, gyakoroljuk. Meghívásunk van Manchesterbe a Gobi Festre, kétszer már jártunk Angliában a zenekarral, úgyhogy az idei Gobi Festre meghívásunk van, hát ez nyilván nagy kérdőjelek vannak, hogy egyáltalán megint online lesz-e, vagy sikerül megrendezni. Ezen kívül szeretnénk körbetekerni a Balatont a csapattal, utcazenéléssel és mindenféle jó dolgokkal összefűzve. Kétszer már körbetekertük a Tisza-tavat, meg a Velencei-tavat is, ilyen családi citerás bulik is vannak. És ön mire a legbüszkébb? Nem feltétlenül népzenei téren, hanem úgy az egészet tekintve. Hát alapvetően népzenei téren a tanítványokra, az elért eredményekre, a aranypáva díjakra, CD-kre, koncertekre, turnékra, megnyert pályázatokra. Nyilván összességében a családra én is nagyon, tehát az, hogy a mi kis életünk az együtt zajlik, és hogy ezt össze tudjuk hangolni, mi mindig is kiegészítettük egymást, tehát megtanultunk már az első csutorás táborokban, hogy hogyan tudunk együtt oktatni, ez is egy nagyon érdekes tanulási folyamat volt, hogy ezt hogy lehet megvalósítani, hogy ketten tanítsunk. A gyerekekre szintén, és én arra is, hogy ezt meg tudom valósítani, hogy gyerekorvosként is helyt tudok állni, és pedagógusként is, tanárként is. Tehát azért ez nem egyszerű. Tehát aki kóta díjat kap, ha megnéztem a listát, azt a 42-es listát, ők nekik ez az életük, hogy ők ezzel foglalkoznak, hogy csak ez a népzene. Én meg mindezt úgy teszem, gyakorlatilag két állást viszek, hogy gyerekgyógyász vagyok, és az a mindennapjaimnak az alapja, hogy bemegyek a kórházba, és ledolgozom a munkaidőmet. És a Ferenctől is megkérdezem még egyszer ugyanezt, hogy mire a legbüszkébb, de egy kicsit tágabb értelemben, akkor mit mondana? Ugyanazt, mint az előbb? Ugyanazt, mint az előbb. Tehát családra, feleségemre, szülőkre, indítatásra, tehát ezekre a dolgokra. Akkor köszönöm szépen, hogy itt voltak. További minden jót és sok sikert a jövőben. Köszönjük, köszönjük szépen. Büszkén tekint vissza Helvécia polgármestere arra, hogy beadott pályázataik nagy része támogatásban részesült, így rengeteg fejlesztést meg tudtak valósítani a településen 2020-ban. Ezáltal pedig még élhetőbb környezetet tudnak biztosítani a lakosság számára. A helvéciai önkormányzat 2020-ban hitelfelvétele nélkül gazdálkodott, pályázatokból és önerőből valósították meg az összes fejlesztést. Egy egészségügyi központ kialakítása, úthálózatfejlesztések, karbantartási eszközök beszerzése és egy felújított orvosi rendelő is felírható arra a listára, ami Helvécián az elmúlt évben megvalósult. Mindez azonban csak a fele annak a rengeteg fejlesztésnek, ami ezen a közel 5000 fős településen történt.
2020 egyik legfontosabb fejlesztése az egészségügyi központ kialakítása volt, amely a Szabó Sándor telepi részen lévő egykori óvodaépület felújításával, két pályázat támogatásával valósult meg. Az egyik az energetika volt, ami 50 millió forint, és abból a Féverede általános iskolánál is tudtunk még egy napelemrendszert kialakítani, a másik az egészségügyi beruházásra 30 milliót kaptunk, és ehhez folyamatban van, hogy még kapunk kiegészítő támogatást, az önkormányzat 65 millió forintot tett, de viszont itt ki lett alakítva egy védőnői szolgálat, ki lett alakítva egy orvosi rendelő, és ki lett alakítva egy fogorvosi rendelő, ami a legmodernebb keretek között valósult meg. Az év első felében egy másik topos pályázatnak köszönhetően szilárd burkolatot kapott a Kiskörösi út széles köztől Kecskemét felé tartó több mint 800 méteres szakasza. A kivitelezés több mint 30 millió forintból valósult meg. Megújult az összes járda, a meglévő, illetve új járdát alakítottunk ki. Ez közel 4,7 km hosszan volt, és ez 40 millió forintba került. A Fekete-Erdő általános iskolától a buszig ott is kialakítottuk a járdát, hogy a gyerekeknek ne kelljen átmenni. Ott viszont van egy zebra, az is ebben a pályázatban valósult meg. A Magyar Falu Program pályázati támogatásának köszönhetően a település útjait portalanították, valamint mind a két belterületi település részen és a külterületen is megvalósult az utak javítása. Mindezek mellett egy traktort, egy rézsűzúzót, egy homlokrakodót, egy trágyavillát és egy egytengelyes pótkocsit is vásárolt az önkormányzat. Egy másik sikeres pályázatnak köszönhetően a tanyagondnoki szolgáltatás feladatainak ellátását is növelni tudták, ugyanis egy újabb gépjárműre nyert támogatással már 3 kis busz áll a rendelkezésükre. Mindezek mellett fejlesztették az óvodaudvar zöld területét, melynek köszönhetően kiépítették az öntözőrendszert és füvesítették az udvart. Felújították a Kiskörösi úti orvosi rendelőt, beszereztek új orvosi és informatikai eszközöket, illetve bútorokat. Megújult a polgármesteri hivatal épületének bejárata előtti rész is, valamint egy kültéri kemence is épült, mely a település közösségi programjaihoz járul majd hozzá. Az új tervek között szerepel, hogy a Fekete-Erdő általános iskolánál van egy sportcsarnok, sajnos az beázik, azt szeretnénk egy új tetőbe ellátni, hogy az biztonságos legyen a beázástól, és a központi általános iskolánál szeretnénk egy 200 férőhelyes sportcsarnokot, ott nincsen, csak egy tornaterem, az én úgy gondolom egy nagyobb dolog. A másik orvosi rendelő, ami átköltözik, az ott azt szeretnénk felújítani, ott egy gyerekorvosi körzetet szeretnénk kialakítani a jövőben. A fogorvosi rendelőt is felújítanánk, és egy másik fogorvost is szeretnénk, hogyha lenne a faluban. Kultúrháznál szeretnénk, ott ilyen konvektoros fűtés van, és ott a fűtést szeretnénk korszerűsíteni olyan formában, hogy központi fűtés, illetve nyilvánzárok kicserélése. A ravataloz elé szeretnénk egy ilyen előtetőt, hogyha engedik, hogy amikor a temetések vannak, akkor ha esik az eső ellen be lehet állni, vagy ha nyáron süt a nap nagyon, akkor az ellen be lehessen állni oda. És hogyha lehet a temetőbe, szeretnénk járóutakat kialakítani. És a legfontosabb az, hogy a Kiskörösi út folytatása, ez körülbelül 2,6 km Kecskemét irányába, hogy ezt összetudjuk kötni Kecskeméttel. Mindezek mellett tervezik a közvilágítás fejlesztését, ami körülbelül 140 világító test kihelyezését jelenteni, mely a biztonságosabb közlekedést szolgálná. Folyamatban van egy 500 négyzetméteres piaccsarnok megvalósítása a művelődési ház mellett, egy tornaszoba építése a napvirágóvodához, melynek kivitelezéséhez már 30 millió forint pályázati összeg áll rendelkezésükre, valamint terveik között szerepel még egyebek mellett a parkfelújítás és a közterületek virágosítása is. Bármi történjék, nem szűnik meg Székelyföld. Ezt is hangsúlyozta egyebek mellett Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke a vele készült interjúban. Az SNT által elindított európai polgári kezdeményezés, amely a különböző régiók őshonos kisebbségi nemzeteinek szolgáltatna igazságot és biztosítana számukra megfelelő gazdasági hátteret, már a véghajrában van. A petíció fontosságáról, valamint a magyarokat ért támadásokról kollégánk Molnár H. Bográlka beszélgetett Izsák Balázssal.
Az Európai Bizottság elutasította január 15-én a Minority Safe Pact-et, a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést. A bizottság ezen döntése közvetett módon a Székely Nemzeti Tanács által elindított petícióra is hatással van. A vonalban pedig már itt van Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke. Üdvözlöm! Mielőtt belevágunk a sürejébe, először arra kérem, ha már lehetőség van az önnel készült interjúra, hogy magáról a petícióról beszéljen nekem, pontosabban annak jelentőségéről. A mi kezdeményezésünk, akár csak a Minority Safe Pact is egy európai polgári kezdeményezés. Ezt az európai polgári kezdeményezést Székelyföldről indítottuk ki, és lényegében az Európai Unió kohéziós politikájára épül. Arra a felismerésre, hogy Románia, amikor csatlakozott az Európai Unióhoz, akkor létre kellett hozni, feltétel volt a csatlakozásnak a fejlesztési régiókat. Ezek a NAC2 fejlesztési régiók, amelyek lényegében az Európai Unió statisztikai nomenklatúrájának a rendszerét alkotják, enélkül nem lehet az uniós pénzekhez hozzáférni. Tehát előkészítették az európai infrastruktúrát ahhoz, hogy pénzeket lehessen felhasználni. Az volt a döbbenetes, hogy 2007-ben csatlakozott Románia az Európai Unióhoz, és ahelyett, hogy a gazdasági különbségek Székelyföld és a környező román megyék között csökkent volna, azaz beteljesült volna a kohéziós politika, hiszen ez a kohéziós politikának a célja, hogy a különböző fejlettségű régiók között a szintkülönbséget csökkenti. Ennek az ellenkezője történt, a Székelyföld és a mellette lévő román megyék közötti gazdasági különbség növekedett, szétnyílt az olló, és tovább tart Székelyföld gazdasági leszakadása. Nekünk van tapasztalatunk a rendszerváltás előtti időből, amikor a román kommunista párt tudatosan törekedett arra, hogy Székelyföldet elszegényítse, hogy arra kényszerítse a székelyeket, hogy elvándoroljanak, és ez természetes, hogy egy része volt a beolvadásnak. Bukaresti építőtelepeken dolgozó köművesek, ácsok, amikor lehetőség volt, hogy ott maradjanak, hiszen Bukarestben magasabb volt az életszínvonal, több munkalehetőség volt, akkor megnyílt a fele is az út, hogy ott alapítsanak családot, és beolvadjanak a fővárosi románságba. Abban reménykedtünk a rendszerváltás pillanatában, hogy a központosítás megszűnik Romániában, és nem fognak tudni gazdasági eszközöket használni ellenünk. Az uniós forrásokat éppen ellenük használják fel. Ennek a polgári kezdeményezésnek az egyik célja, hogy ezt megakadályozza, de nem az egyetlen cél. Ugye az elmúlt időszakban több olyan esemény is történt Romániában, amelyek a magyarság elleni támadásnak mondhatók. Ugye ilyen például az Úzvölgyi temetőben történtek, vagy éppen a trianoni törvény elfogadása. Milyen a közhangulat most Erdélyben a magyarság körében, illetve ezek az események nyomon követhetőek-e a petíciót aláírók számában? Ez a magyar ellenes hangulat Romániában azért folyamatos. Tehát nem történt új dolog az elmúlt években. A rendszerváltás után ugye úgy köszöntött ránk a demokrácia, hogy Marosvásárhely fekete márciusa, és ment tovább ez a folyamat. Hogyan akadozott a Románia ahhoz, hogy belépjen az Európa Tanácsba? El kellett indítani a restitúciót, az elkobzott egyházi javak visszaszolgáltatását. Ez előbb akadozott, aztán le is állt, aztán átfordult visszaállamosításba. Ezeket láttuk. Ami fontos a mi kezdeményezésünkben, mindezek mellett az, hogy a mi kezdeményezésünk területhez köthető. Tehát általában minden, ami az erdélyi magyarságról, a székelységről szól, az közösségi jogokra épül. Hogyan élünk mi, mit csinálunk, milyen az oktatás, milyen a nyelvhasználat. Ezek általában egyéni jogokra épül, holott Székelyföldön a székelység többséget alkot. Van nekünk egy hazánk. Ez a haza Székelyföld. Borzasztóan sajnáljuk, és gyásszal tölt el az az emlék, hogy ezt a hazát valamikor 100 évvel ezelőtt elszakították Magyarországtól. De ez a valóság, amelyben élünk. A szülőföldünk 400 kilométerre a trianoni határtól, de Székelyföld még ma is
megőrizni Székelyföld regionális identitását, és ez benne is van a polgári kezdeményezésben, kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért. Maga a bizottság döntése milyen hatással van a Székely Nemzeti Tanács petíciójára, azért valamit előre vetíthet ez a döntés? Igen. A Székely Nemzeti Tanács törvénykezdeményezése egy helyzetet akar megváltoztatni. Na most bármi legyen, és bármilyen esemény történjen, a feladat mindig ott fog állni előttünk. Mi el akarjuk érni, hogy az Európai Unió, az Európai Bizottság egy olyan jogszabályt alkosson, amely ismerje el a nemzeti régiókat, a nemzeti régiók váljanak a közösségi jog jogalanyaivá. Ha nem teszi meg, attól még nem szűnik meg Székelyföld, nem szűnik meg Katalónia, nem szűnik meg Baszkföld, Flandria, Korzika, és azok a gazdasági problémák továbbra is fent fognak állni. Megteheti a bizottság, hogy elegánsan azt mondja, hogy hát nem alkot jogszabályt ebben a kérdésben, de akkor minket egy olyan feladat elé állít, hogy ezt a feladatot megoldjuk, és meg fogjuk oldani. Az a cél, amit mi megfogalmazunk, hogy az unió kezelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket nyelvi, nemzeti, kulturális, vallási sajátosságok különböztetnek meg a környező régióktól. Ennek az alapfeltétele az, hogy ezek a régiók a közösségi jogban létezzenek. Tehát kodifikálni kell a puszta létezésüket azért, hogy a továbbiakban lehessen rendelkezni, forrásokat odarendelni, fejleszteni őket, és nyilvánvaló, hogy ez haszon az Európai Uniónak is és a tagállamoknak is. Hiszen az a többletforrás, ami bejön Székelyföldnek, az bejön a Romániába is. Tehát Románia is haszonélvezője Székelyföld fejlesztésének. Tehát egy olyan tervet, egy olyan jogszabályt gondoltunk el, amely úgy fejlesztené és tenni gazdagabbá a nemzeti régiókat Európa szerte, hogy abból hasznot húznának azok az országok is, amelynek a területén vannak ezek a régiók. A kiemelőben most Annó magazinunkat láthatják. Kedves nézőink! 35 évvel ezelőtt, 1986. januárjában Vörös Sándor Holdbéri Csónakos című művét mutatta be a Kecskeméti Katona József Színház. Az előadás egyik utolsó próbájáról összeállítást készítettünk, melyben többek között a darab rendezője Vándorfi László vallott elképzeléseiről. A következő percekben 8. kísérleti adásunk részletét láthatják ismét. Ezt a darabot mesének lehet mondani, vagy pedig egy olyan lírai történetnek, ami egy szerelmi szálon függ. Melyik az igazi? Azt hiszem mind a kettő. A mesének abban az értelmében mese ez, ahogy a népmesék születtek, azok nem csupán gyermekeknek születtek, hanem a nép, a felnőtt ember fejezett ki magának különböző tartalmakat, különböző szimbolikus történeteket, nagyon egyszerű formában. Ez ilyen értelemben felnőtt mese,
Tehát a mesének csak ebben az értelmében mese. A másik oldala azért igaz, mert valójában egy tényleg egy lírai történet, egy nagyon szép, követhető sztori, ami természetesen az ilyen naívul tisztességes és naívul bonyolult mesék végén lenni szokott, happy enddel záródik. De van ennek a mesének azért egy furcsa és keserű kerete. Mégpedig? Hát Vörös Sándor, akinek a vonzalma elég erős a Bábszínház formához, a Csalóka Péter című darabját, amit volt szerencsém többek között itt Kecskeméten megcsinálni, is bábjátéknak írta. A Holdbeli Csónakost is bábjátékosok felkérésére kezdte el írni, és aztán, mint ő írja, elragadta a képzelete, és valami más lett belőle. A kerete az a bábjáték forma, Vitéz László, a máshonnan nem Kemény Henrik, kitűnő remek bábszínházából biztosan ismert. Ez a népi kópé, ez az aranyos, sokszor csalafinta, sokszor hazudozós, időnként igen nyers szájú, de nagyon szeretetlenmértó figura. Minden esetre tipikusan magyar figura. Tipikusan magyar és tipikusan vásári figura. Az egyik központi alakja a játéknak, ő kezdi a játékot, és el is mondja, hogy ő a bábszínpadok régi figurája, és most életre kell. Aztán a darab végén, amikor vége van már a történetnek, akkor egy keserű keret következik, akkor újra eszünkbe jutatja Vörös Sándor, hogy ez valójában bábjáték, hogy akik játszották, azok bábok. Tehát itt a filozófiája, a darab filozófiája egy kicsit az, hogy az ember, és főleg a színész, mint bábú szerepel benne, a kiszolgáltatott ember, akit mások mozgatnak, más törvények is mozgatnak. Ezzel a kis versikével ér véget a darab, hogyha belefér, elmondom. Véget ért a bujdosás és a galibák, ki se bírta volna más, csak mi, fababák. Nem hal vele semmibe, aki úgy sem él. Jó, hogy mi babák vagyunk, s a szívünk boccabél. De te ebben a darabban rendező voltál. Más feldolgozásokban is láttam már színpadon, sőt, többféle változatban olvastam. A tied miért ilyen, amilyen? Én nagyon remélem, hogy ez nem áll messze attól, amit Vörös Sándor akart csinálni. Én többek között azért is választottam, mert Vörös Sándor úgy írta meg, amilyen színházat én képviselni szeretnék, és amilyen színházat elkezdtem csinálni. Ez beletartozik, úgy érzem, egy fajta sorozatba. Valójában tényleg több változata van. Van az eredeti, mi ezt csináltuk, meg természetesen időnként egy-egy mondatot, egy-két ritmushúzást mi is elvégeztünk ebben a... De van egy másik, amit a Thália Színház mutatott be Kazimír Károly rendezésében, az lényegében egy átdolgozott változat, tehát komoly dramaturgiai beledolgozás volt. A másik az a Ránki féle opera változat, ami Győrben Bór József rendezett, és igazából sajnos nem tudtam utána nézni, hogy Pécsen az általam nagyon kedvelt Sik Ferenc hogyan rendezte meg, de úgy érzem, hogy ő is a vörösi alapgondolat alapján járt el. Most mit remélsz? Bejön-e erre a közönség, vagy sem? Én úgy érzem, hogy egy optimális színházi helyzetben a Holdbeli Csónakosnak egy ilyen előadása, remélem, hogy nem vagyok ezzel szerénytelen, ez mindenféleképpen közönség vonzó lehet. Azt hiszem, kecskeméti nézőknek elég régen jutott már olyan darab, amiben érzelmek, rezdülések, lelki rezdülések, líra komolyan voltak véve. Úgy hiszem, hogy ez hiánypótol. Egyetlen félelmem van, hogy amúgy nehéz helyzetű, jelen pillanatban nehéz helyzetű kecskeméti színházban ez mennyit tud oldani a nézők tartózkodása terén, mennyire üli meg amúgy is a színházat kicsit körülvevő rossz hangulat ezt a produkciót. Remélem, hogy nem. Thank you.
az égen ballag a párja, és én nem értettem! Végre tudom! Nem jó enyelegni az ilyen égi nagyokkal. Ezek csak bajba sodorják a szegény földi valamit. A hold ugyan sosem fogja kiszabadítani. Nekünk kell megmentenünk. Megyünk Krétába, mind a rége. Jégapó ugyan kinevezett engem a helyettesévé. De én még ma itt hagyom az ország gondjait. Van négy jó pajta. Rajta, kettő! A többit majd meglássuk. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Újabb oltóanyag szállítmány érkezett ma a Bács-Kiskun megyei oktatókórházba. Ezúttal 1170 adag Pfizer vakcinát hoztak, melynek egy részét már a második körös oltásoknál használják fel. Hazánkban is megjelent a koronavírus egyik szövődménye, a sokszervi gyulladás, amely főleg a víruson tünetmentesen átesett gyerekeknél alakulhat ki. A tünetek között szerepel például a magas láz, erős hasi fájdalom, hányás és hasmenés. Megjelent a koronavírus egy nagykörösi idős otthonban. A szigorú intézkedések ellenére több ellátott és dolgozó tesztje is pozitív lett az Arany János úti otthonban. A lakók állapotát orvos felügyeli. Új civil kezdeményezés veszi fel a küzdelmet a tarthatatlanná vált szeméthelyzettel a Széchenyi városban. A célok elérése érdekében a napokban megalakult a Széchenyi Városi Zöld és Pont Polgári Jogi Társaság is. Folyamatosan fejlődik Helvécia, a településen az elmúlt évben számos fejlesztés valósult meg, mely által még élhetőbb környezetet tudnak biztosítani a lakosság számára. Kedves nézőink! Kiemelővel holnap is várjuk Önöket a híradót követően. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Holnap is várjuk Önöket. Tartsanak velünk akkor is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!